Sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Let's Level Up, én Robin vagyok, és ma a Diablo 4-es Charge Barbar build-el fogunk foglalkozni. A Season 3 startjával érkező patch-el hatalmas buffot kapott a charge képesség a barbároknál, egészen akkor át, hogy konkrétan az egyik legerősebb build lett, főleg, hogy lehetett kombinálni a Whirlwind-del vagy a Hotával is, ezáltal pedig a charge cooldown alatt is tudtunk nagyon masszív damage-eket kiosztani, ha esetleg valamilyen csodafotán nem lett volna elég, az a pár milliárdos sebzés, amit a charge oszt. Lássunk végig a képességeken, hogy pontosan mire is lesz szükségünk. A fő képességünk, amit használni fogunk, az értelemszerűen a build névadója a Charge lesz, ami nem csak Unstoppable-t biztosít nekünk, miközben előre törtetünk, magunkkal is toljuk az ellenfeleket, kivéve ugye a World és Dungeon bossokat. Érkezéskor, ha nem halnak meg az ellenfelek, akkor még le is stunnoljuk őket 3 másodpercre, és minden egyes ellenfél, amit eltalálunk, 3 másodperccel maximum 9 másodpercig csökkenti a cooldownját a következő charge-unknak, tehát nagyjából 3 másodpercenként tudunk egy jó intenzívet oda csapni. A support képesség, mint ahogy említettem, lehet akár a Hota, én személy szerint a Whirlwind-et szeretem, mert ez lehetővé teszi nekünk, hogy item nélkül is áthaladjunk az ellenfeleken, és igen, néha a charge-el sikerül úgy nekifutnunk, hogy beragadunk egy-két helyre, legalábbis a mobok közé, éppen ezért a Whirlwind-el szépen ki tudunk onnan siklani. Ezt pusztán egy utility képességként használjuk, hogy arrébb tudjuk pozícionálni magunkat, ha szükséges, illetve hogy valami történjen addig is, amíg a charge-ot nem alkalmazhatjuk újra. Abban az esetben a problémánk lenne a Furing-kel, hiszen a Whirlwind azt használja, amíg ugye a charge-ot nem tudjuk, és a charge igazából nem ad vissza semmilyen resource-t, éppen ezért használhatunk nyugodtan egy Longing Strike-ot, amit igazából egy ilyen mini charge, a következő eneminek, ami a közelünkben van, rákattintva rácharge-olunk, oda csúszunk hozzá és megütjük egy basic attack-kal. Nyilván ez nem fog semmilyen ellenfelet legyőzni, viszont arra tökéletes, hogy egyrészt átpozícionáljuk magunkat akkor is, hogyha nincs Furing és a charge-unk cooldown-on van, illetve tök jól működik, főleg a játék elején, mint resource visszatöltő. Ezt később egyébként le lehet cserélni a Challenging Shout-ra, és ha már a Shout-okról beszélünk, akkor térjünk is át arra, hogy mi az összes többi ability, amit használni fogunk. A Rallying Cry egy nagyon jó kis Shout lesz számunkra, hiszen ez is Unstoppable-t ad, amíg aktív. Gyorsabban töltjük vissza a resource-unkat, nagyobb sustain, tehát defense-et kapunk, és gyorsabban is fogunk mozogni, ami ehhez a build-hez tök jól illik, és sokkal élvezetesebbé teszi. A másik shout a Warcry, ez a kettő, ez mindenképpen használva lesz. Ez Berserkinget biztosít nekünk 4 másodpercre, ami egy damage bónusz a barbárnál. És amennyiben úgy használjuk ezt a képességet, hogy legalább 6 ellenfél körülöttünk van, akkor az alap 18%-os damage bónuszon felül még 10%-ot hozzácsap. És akkor a cserélhető shout, amit a Longing Strike helyére fogunk majd behelyezni, ha már nincsen Fury problémánk. A Challenging Shout letauntolja az ellenfeleket. Ez igazából abban segít minket, hogy egyrészt egy újabb shout, ami majd az aspecteknél fontos lesz később, és mivel, hogy ránk fókuszálnak a mobok, könnyebben fogjuk tudni őket eltalálni a charge-al. Ráadásul a modifier használatával, tehát az első rune aktiválásával 20% bónusz maximum életet is kapunk. És végül, de nem utolsó sorban, minden barbár buildbe kötelező a Wrath of the Berserker, ami igazából egy szuper CM mód, mint mindig az összes Diablo-ban, az összes barbárnál. Plusz Fury-t kapunk, plusz damage-et kapunk, Unstoppable-ök leszünk, Berserkingbe kapcsolunk, tehát tényleg átmenjünk egy pusztító gépbe. Őt érdemes akkor használni, amikor valamilyen elite pack vagy ugye a boss kezdete van. Egy perces cooldownjával annyira nem sűrűn tudjuk alkalmazni, éppen ezért jobb, hogyha nehéz helyzetekbe használjuk. És mielőtt áttérünk a passzívokra, ugye van egy key passzív is minden egyes buildben. Az Unconstrained-nek hála a Berserkingünk 5 másodperccel tovább tart, és 100%-os damage bónusz biztosít. Ezek lennének hát a képességek, fussuk végig, hogy milyen passzívokkal találkozunk mellettük. Rögtön a core skill-eknél a Pressure Point Lucky Hit Chance biztosít nekünk arra, hogy a core skill-ek, tehát a mi esetünkben a Whirlwind, 30%-os eséllyel vulnerable-lé tegyék az ellenfeleket. A defensive skill-ek esetén az Imposing Presence 18% plusz HP-t biztosít nekünk, és ebből tovább méve a Martial Vigor pedig a damage reductionünket növeli 12%-kal elitek ellen,
Aztán a Brawling skilleknél ott van a Booming Voice, ami amikor egy shoutot használunk, akkor az effektjének a hatása 24%-kal tovább tart. Ez ugye mivel mind a három shoutot szeretnénk alkalmazni, nagyon hatékonyan ki lesz használva. Aztán még ott van az Aggressive Resistance, amíg berzerkelünk, addig 12%-kal kevesebb sebzést kapunk. És ebből indulva a Battle Fervor, ami a Brawling skill legalább egy ellenfelet megüt, akkor 3 másodpercig berserkbe lépünk, ezáltal egy elég masszív berserk windónk van, és ugye 3 másodpercenként tudjuk használni a charge-ot, ezáltal ez majdnem permanens berserket biztosít nekünk. Aztán ott van a Weapon Mastery, ahol a Pitfighter passzív lesz nekünk nagyon hasznos, 9%-kal nagyobb sebzést okozunk close enemy-knek, és 6%-kal kevesebb sebzést szenvedünk el a távoliaktól, mivel az arcukba fogunk rohanni konkrétan, értelemszerűen ez egy nagyon jó passzív nekünk. Ezen kívül fogjuk még itt alkalmazni egy ponttal a Tick skint, ami azért kell, hogy megnyissa nekünk a Defensive Stance-t, ahol a Damage Reductionünk további 6%-kal nő, ha Fortified-ok vagyunk. Amennyiben nem tudod, hogy mit jelent a Fortified, nézd meg a jobb felső sarokban lévő videót, ott szépen elmagyarázzuk az összes ilyen kulcsszónak a jelentését és működését. Aztán itt vannak az Ultimate skill-ek, ahol a Heavy Handed, ami kétkezes fegyver van nálunk, 15%-kal nagyobb a Critical Strike Damage-ünk, nem éppen critre játszunk, de ettől függetlenül hatékony. A Valop, ami nagyon sok barbár buildben előjön, amikor egy Bludgeoning fegyvert használunk, 15%-kal nagyobb damage-et osztunk Stunned és Vulnerable enemy-k ellen. A Charge-al, illetve a Whirlwind-el a kettő közül valamelyik biztosan érvényes lesz. És végül itt van a Brute Force, ami Overpower sebzésünket 24%-kal emeli, hogyha kétkezes fegyvert használunk az adott skillnél. Ezt értelemszerűen a Charge-hoz szeretnénk beállítani. Ezek lennének hát a passzívok, nézzük meg, hogy milyen gírekre és aspektekre van szükségünk a buildhez. Ehhez a buildhez van egy-két olyan unique item, ami nagyon nagyot dob a damage-én, ettől függetlenül nem kötelezőek ahhoz, hogy tudjuk őket használni. Az egyik ilyen a Task Helm of Juris the Mighty, ami hogyha úgy aktiválódik a berserking, hogy már aktív rajtunk, akkor plusz damage-et fog nekünk biztosítani, rolltól függően 40 és 60% között. Ezt, hogyha nem sikerült még megszereznünk, akkor sisakon nyugodtan egy Juggernaut aspekttel mehetünk. A másik ilyen item a Tribunal's Wheel, ami amikor unstoppable-ök vagyunk, akkor plusz sebzést biztosít nekünk, illetve további 50 resource-t is visszatölt, ez annyira nem fontos, de kényelmesebb, hogy a charge után még tudunk Whirlwind-del arrébb mozogni. Vagy ha Hammer of the Ancients játszunk mellé, akkor pusztítani egy nagyot. Amennyiben őt sem sikerült még összefarmolnunk, akkor majdnem bármilyen aspektet berakhattok, ami nektek szimpatikus, nincsen olyan, ami kimondottan erre a slotra szükséges-e a buildnek. Illetve még egy olyan unique, amit belehelyezhettek a buildbe, ha úgy jön ki a lépésetek, a Rage of Harrogat lehetővé teszi nektek azt, hogy minden egyes alkalommal, amikor egy képességgel üttök, akkor Lucky Hit formájában bizonyos mennyiséget csökkentse egy nem ultimate képességnek a cooldownját, ami azért jó, mert ha kevesebb mob vagy mondjuk boss fightnál csak egy-egy találatot tudunk bevinni a charge-al, akkor ennek hála a Whirlwind is le fogja csökkenteni a cooldownját és újra charge-olhatunk, ami ugye a main damage source-unk lesz. Abban az esetben, hogyha nem lenne meg ez a chest piece, akkor egy Aspect of the Might-ot nyugodtan rakhatunk a mellvértünkre. És ennyi lenne a úgymond kötelező unique, mondom, egyik sem szükséges ahhoz, hogy a build működjön, mert hatalmas buffot kapott a charge, de ettől függetlenül, ha ezeket össze tudjuk szedni, akkor lesz igazán ütős. A további gear piece-ekre már csak aspektek mennek. Kesztyűre az Edge Masters aspektet javaslom, ami attól függően, hogy mennyi resource-unk van, annál nagyobbat ütnek a skilljeink, értelemszerűen igyekszünk ezeket nem felhasználni, tehát a charge-unk mindig max resource-szal a legnagyobbat fogja majd csapni. A cipőre a Ghostwalkers aspektet használnám, ez nagyon jó akkor, ha nem Whirlwind-es verziót játszunk, és igazából mellé is jól működik, hiszen amikor unstoppable-ök leszünk, akkor 4 másodpercig át tudunk menni az ellenfeleken, ez ugye a Whirlwind-esnél annyira nem fontos, viszont a movement speed, amit biztosít, az kimondottan hatékony lesz. A nyakláncra én mindenképpen egy Aspect of Disobedience-t javasolnék, ami ugye egy 150%-os buffot rak az aspektra, maxos rollon 1,7 armort kapunk ütésenként, 99%-ig fel ezt a kevet, tehát majdnem megduplázzuk az armorunkat, miközben harcolunk, ami nagyon hatékony, főleg az endgame folyamán. Az egyik gyűrünkre mindenképpen a Bolt Chieftain's aspektet szeretnénk biztosítani, ami akárhányszor elhasználunk egy shoutot,
az csökkenti annak a cooldownját maximum 6 másodperccel, attól függően, hogy hány ellenfél mellett üvöltöttük el. A másik gyűrűre nyugodtan rakhatunk egy Aspect of the Elements-et, ugye ez a Convention of Element Diablo 4-es verziója, itt már csak két részre szedi szét, és ugye 30% plusz damage-et biztosít nekünk egy 7 másodperces rotációban két körben, bizonyos sebzéstípusokra. És akkor nem maradt más hátra, mint a 4 darab fegyverünk, a fegyver arzenálunk. A kétkezesekre szeretnénk rakni az Ancestral Charge aspektet, ami a charge-unkat fogja buffolni, ezen felül pedig lehív 4 darab ancient-ot magunk mellé, amik mellettünk velünk charge-olnak, és ugyanazon effektekkel, mint mi, tolják előre a teljes népet. Ha valami, akkor ez a legkielégítőbb érzés, amikor előre tolsz egy egész teremnyi mobot, és a végén elpusztulnak. Itt jegyezném meg, nem tudom, hogy már kijavították-e, de legutóbb, mikor próbáltam, akkor még nem. Az Animus Collectoros questnél, ahol bizonyos eliteknél össze kell gyűjteni egy kis lélek darabkát, ott nagyon figyeljetek arra, hogy képes a textúrán kívül meghalni a mob és odaesni ez az Animus, amit talán nem fogunk tudni felszedni. Ezt többen jelezték Discordon, a Facebook csoportokba, illetve én magam is tapasztaltam, hogy nem lehetett befejezni ezeket a questeket, ami egy 90 pluszos vagy akár 100-as Nightmare Dungeonnél elég idegesítő, hogy oda a kulcsunk, csak azért, mert ezt nem tudták jól megcsinálni. A másik kétkezes fegyverre pedig az Aspect of Berserk Gripping-et szeretnénk rakni, ami lehetővé teszi, hogy képesség sebzésének egy bizonyos részét bleedben szintén rárakja az ellenfélre, amíg Berserking státusz alatt vagyunk. Aztán ott van a Veteran Brawlers Aspect, ami egy core skill használata után, ha direkt sebzést okozott, akkor a következő charge vagy leap 5 másodpercen belül nagyobb sebzést fog okozni, maximum 5-ször felsztekkelve mielőtt előjük, ez a Whirlwind-el nagyon gyorsan fölpörgethető, és utána tudunk is charge-olni. És mivel a buildünk főleg overpower damage-re fókuszál, ezért az Earth Strikers aspect egy tökéletes lehetőség arra, hogy miután 8 alkalommal fegyvert váltottunk, amit be tudunk állítani a képességeknél az középső egérgomb lenyomásával, hogy az arzenálból melyik képesség a dual wielded, melyik a bludgeoning és melyik a slashing two-handed fegyvert használja. Ezt értelemszerűen úgy szeretnénk majd felállítani, hogy a charge-on legyen a bludgeoning, az összes többi meg ahogyan nekünk szimpatikus, de mindenképpen a három aktív képességünk, ha van, három különböző fegyvert használjon, hiszen ahogy frotálva váltjuk őket, ezek ugye cserélődnek, és így 8-at elérve az overpower damage-ünk 46%-kal megnő. Úgyhogy ezek lennének az aspektek és a unique itemek, amikre szükségünk van. A stat fókusz az szerintem elég egyértelmű, minél több strength, minél több physical damage, és overpower minden formában. Ha ezek megvannak, akkor nagyon nagyokat fogunk tudni majd csapni. De mielőtt lezárjuk a videót, nézzük meg a paragon pontokat. Első ponton a Brawler Glyph-et szeretnénk aktiválni. Ez, ha megvan a 25 willpower a környezetében, akkor 18% plusz damage-et biztosít nekünk a Brawling skill-ekre, ami ugye a charge. Illetve szintől függően a területen a paragon nodoknak a százalékos értékét emeli, tehát nagyobb armort, nagyobb strength-et, physical damage-et, ilyeneket fogunk tudni összeszedni belőle. A következő oldalon szeretnénk kinyitni a Bonebreaker nodot, 12 másodpercenként garantál nekünk egy overpower sebzést, amit szeretnénk majd a charge-ra ellőni. Ezen a helyen a exploit gifet fogjuk alkalmazni, ami hogyha megvan minden dexterity, ami a range-ében szükséges, akkor a bónusszak éppen minden egyes olyan sebzés, amit osztunk, vulnerable-é teszi az ellenfelet 3 másodpercre, így garantált, hogy minden formában vulnerable lesz az ellenfelünk, ami ugye egy plusz jó kis damage multiplier. Ezután szeretnénk tovább menni a Decimator node-ra, ahol először a glyph-el fogunk találkozni, ami a Dominate lesz. Itt értelemszerűen nem a 30 másodperces garancia, hisz az 12-vel már megvan, hanem a masszív mennyiségű overpower boost az, amire szükségünk van, a willpowerből, amit össze lehet szedni a területen. És a Legendary Node-hoz eljutva, minden alkalom, amikor vulnerable-é teszünk egy ellenfelet, az 10%-kal növeli a sebzésünket 5 másodpercre, és amennyiben overpower sebzést osztunk egy vulnerable ellenfélre, további 10%-ot kapunk erre az 5 másodpercre. Ezután visszamegyünk az előző fűre, és onnan megyünk tovább felfele, méghozzá a Carnage nódot fogjuk majd kinyitni, de előtte az Ire Glyph-re lesz szükségünk, ami minden 5 strength-ér, ami
a környezetben ki van váltva, 4,1%-os megnövelt Berserking damage-et biztosít. Mint mondtam, folyamatosan Berserking státuszban leszünk a fightok alatt, éppen ezért ez nagyon jól működik. Ha 40 strength-et összeszedtünk a kerületben, akkor a Berserking 10% damage reduction-t is biztosít nekünk elitekkel szemben, ami egy nagyon jó kis endgame buff lesz. Aztán elérjük a Carnage nodot, ami, hogyha berserkerünk, akkor a Critical Strike chance-ünk és az Attack Speed-ünk 2%-kal nő 6 másodpercre, egészen 16%-ig felsztekkelve. Ezután eldöntetjük, hogy balra vagy jobbra indulunk el, és kinyitjuk a többit. Én azt javaslom, hogy balra menjünk. Ott a Warbringer oldalt szeretném majd kiválasztani, de a nódra nem lesz szükségünk. Simán csak a Crusher glyph az, amit majd össze szeretnénk szedni. Ez minden egyes 5 strength-ér, ami a kerületben ki van választva, 4,3% plusz damage-et kapunk, amíg van a kezünkben egy mace. Ez, mivel minden fegyver van a barbárnál, aktív lesz automatikusan. És ugye, hogyha megvan a 40 strength, akkor amíg így egy mace van nálunk, addig 30%-kal nagyobb overpower damage-et osztunk ki. Ez igazából egy nagyon kis fincsi adalék a damage-ünkre, de nem feltétlenül crucial. Itt lehet kísérletezni, ha szeretnétek. Nem úgy, a másik oldalon, ahol is a Blood Rage nódot fogjuk majd kergetni, de előtte a Glyphnél a Marshalt aktiválva, minden Magical nód a környéken plusz értéket fog kapni, és ha megvan a 40 strength a területen, akkor miután elkasztolunk egy Shout skillt, az aktív cooldownja egy nem Shout képességen 4 másodperccel csökken. Aztán végül ott van a Blood Rage node, ami amikor megölünk egy Bleeding enemy-t, ugye a Berserking hatására és a Slashing Weaponnal a Whirlwind-del folyamatosan fogunk felrakni Bleed-et, akkor 10% esélyünk van arra, hogy Berserking státuszt kapjunk 5 másodpercre, ami megint csak tovább generálja ezt az egész damage tornádot, és 25%-os plusz damage bónuszt is biztosít nekünk, amíg Berserker bónusz van rajtunk. Ez lenne a paragornok, skillek, passzívok és a gear a charge barbár összeállításához. Egy-két tipp, hogy hogyan játszatok vele. Alapvetően a charge maga eltol minden mobot magunk elől. Néha van egy-kettő, ami átcsúszik a rostán, ezeket érdemes otthagyni. Viszont a bosszokat és a nem mozdítható mobokat, azokat nem fogja tudni eltolni maga elé, ami azt fogja eredményezni, hogy nem is fogja megsebezni őket, hiszen túl charge-olsz rajta. Ezeknél érdemes eléjük célozni a charge-ot, hogy az impact az pontosan a lényre essen majd, és ezáltal akár vánsatoljuk a bosszokat. Az alapkor felállítása az megvan, a képességek közül több is variálható, ahogy nektek jobb. Endgame-nél már tényleg nagyon minmaxolni kell azt, hogy mennyi damage reductionre van szükségünk, elegendő-e a sebzésünk egy-egy bizonyos challenge-hez. Alapvetően a charge buff-val és ezzel az összeállítással a charge majdnem minden képes lesz egyből megölni, inkább arra kell figyelni, hogy hol tudsz visszavenni egy kis damage-ből és növelni a védelmedet, hogy ne vánsatoljanak majd téged se százas tierem. Én ennyi lettem volna mára, nagyon szépen köszönöm, hogy végignézted a videót, kérlek írd meg kommentbe, hogy milyen legyen a következő build, amit szeretnél látni, vagy van-e olyan kérdésetek, amit egyébként nem dolgoztunk még fel a csatornán, akár a Diablo-val, akár bármi más ARPG-vel kapcsolatban. Várom lent kommentbe őket, és akkor nekiállunk, megcsináljuk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!